Szervusztok! Egy nagyon jó kis termék, amit így videóban is szeretnék megmutatni nektek. Ez nem más, mint a QuickPassive cégnek a Swingshot ajtórácsa. Van, akinek kell, van, akinek nem kell, hogy a gyerkőc nagyon eleven, akkor érdemes elzárni néhány helyiségtől őt, de akár alkalmas arra is, hogy házi állattal ő ne érintkezzen. Általában a keresett ajtórácsok többsége olyan, amelyeket nem kell fölfúrni az ajtóhoz, tehát nem kell roncsolni, nem kell utána majd a fát helyreállítani, ez drága is, meg ronda is utána, hogyha ott marad egy lyuk. Ez szerencsére ez megoldja ezt a problémát, tehát hogy roncsolás nélkül föl lehet tenni, és nagyon masszívan működik. De erről majd egy picit, majd egy kis demo állványon mutatunk is egy pár részletet. 73 centitől indul ennek a mérete, tehát ez a legkisebb ajtó, amit tudtok elfedni egy ilyen ajtórácssal, és egészen 95,5 centig ez nagyon korrekten levédi a helységet. Hogyha ez kevés, akkor lehet ilyen kiegészítőket kapni, 18 centinként még meg lehet oldani, egészen 130 centis szélességig, tehát egy egészen óriási lépcsőfeljárót, vagy egyik szoba, másik szoba, dupla kétszárnyas ajtót is el lehet fedni ezzel az ajtórácssal. Nagyon szuperul nyílik, könnyű üzemeltetni. Általában ez is egy olyan termék, amit fotó alapján marha nehéz eldönteni, hogy most ez jó vagy nem jó, ki kell próbálni. Itt a boltban van lehetőség, van kint mintadarab, de megmutatjuk, hogy miért gondoljuk, hogy ez egy megfelelő választás, kifele-befele egyaránt nyílik, és nagyon könnyű lezárni, illetve a maga a zár része úgy van kitalálva, hogy a gyerekek azt mondom, hogy lehetetlen, hogy megtalálják, hogy hogy nyílik, de sokkal nehezebben nyílik az ő számukra, úgy van megcsinálva a gomb, hogy nem esik pont kézre. Van néhány ajtórács, amiknél ez nem így van, de a QuickPassive-nek a Swingshot ajtórácsa az olyan, ami felnőtt számára könnyen üzemeltethető, de a gyerkőc nehezen leli meg az optimális gombot. Ha elnyerte a tetszéseteket ez az ajtórács, akkor kattintsatok bátran a webáruházba, küldjük villámgyorsan, vagy gyertek el a boltba, és nézzétek meg, hogy hogy működik, illetve hogy nektek ez pont megfelel ennek a működésre. Szerintem egy nagyon jó minőségű. Nekem, hogyha most szükségem lenne ilyenre, akkor ezt a példányt választanám mind árban, mind minőségben. Köszönöm a figyelmeteket, szervusztok!